Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Mielőtt indítanék, mondanám az új akciót, a Valentin napi akciót. Már most közlöm veletek, hogy időben meg tudjátok rendelni, és így időben megkapjátok a videót. Ebben az akcióban van egy szerelmi kirakás kártyával, és ehhez jön még egy asztrológiai elemzés, ahol összehasonlítom a kettőtök horoszkópját. Ha nem tudjátok azt, hogy ő hány órakor született, nem baj, küldjétek az ő születési adatát, és megnézzük a bolygók állását. Ebben a kedvezményben benne van mindkettő, a jóslás is, az asztrológia is, a díjam 5000 forint. És most megnézzük, mi történik a hétvégén. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Először megtekintjük azt, hogy mi történik a pénteki napon. A felső kártya mutatja a fő témát, és ezen a kártyán a halak láthatóak. Azok utalnak az anyagi helyzetre, a vagyoni dolgokra. Alul ott van a csillagkép, ami szerencsét hoz, tehát szerencse lesz az anyagiak területén. Ez a csillagkép utalhat spirituális munkára is, és ez által jön pénz a házhoz. A harmadik kép, ahol a madarakat látjuk, az jelenti azt, hogy itt lesz mozgás és kommunikáció. Ami a szerelmi kapcsolatot illeti, a halaknak van más jelentése is, és utal egy lelki kapcsolatra, és a csillagkép azt közli, hogy szerencse lesz a szerelmi élet területén, és a madarak közölnek veletek egy új hírt. És most megtekintjük azt, hogy mi történik szombaton. Itt ez a felső kártya, a lilium, az utal az ártatlanságra, a tisztaságra. Mivel ott van a ház is, az lehet, hogy otthon rendbe tesztek mindent, vagy kihat a családi kapcsolatokra, és itt rendeződik, kitisztul valami. A hold, a harmadik kártya, itt a szombati napon, az jelentheti az anyai érzéseket, de a mély érzelmeket is. A liliumnak más jelentése is van, és utal egy testi kapcsolatra. Itt lehet egy család alapításról szó. A hold jelentheti azt is, hogy ti meg kaptok valamit. Valami közeledik a házhoz, és itt rendeződik valami, kitisztul valami, vagy a szerelmi élet területén lesz egy testi kapcsolat, egy közeledés mély érzelmekkel. És most megtekintjük azt, mi történik a vasárnapi napon. A fő téma vasárnapon a nyilvánosság. De mivel itt korlátozások vannak a koronavírus miatt, ez kihat a sors utunkra, ezt jelenti ez a kereszt. De kell, hogy higgyünk abban, hogy javulnak a dolgok, ez eltarthat nyár közepéig. Erre utal a harmadik kártya, a nap. Azt is jelenti, hogy kiderül az igazság,
kitisztázódik valami, és ez ki fog hatni a sorsunkra, amit ez a kereszt szimbolizál. Ami még fontos, a hitünk egy spirituális terület, és ez adja számunkra a belső erőt, és bízzunk abban, hogy javul a helyzet. Ami a párkapcsolatot illeti, és vasárnap érezhető is, hogy ő fontos döntéseket fog hozni, hogy nálatok lesz egy ilyen sorsforduló, lehet, hogy nem a napokban fog bekövetkezni, amit ő vagy ti terveztek, de nyár folyamáig rendeződnek a dolgok. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!